Sziasztok! Lassan talán egy éve is megvan annak, hogy bevásároltam a Clay játékából, a Griftlandsből. Akkor még Early Access-ben figyelt a cucc, így nem is nagyon erőltettem a tesztet. Június 1-én nagy csendben a játék végre kilépett a korai hozzáférésből és megkapta az 1.0-as verziószámot. Személy szerint én nem vagyok egy nagy zsugabubus, Magickel nem nagyon foglalkoztam korábban, illetve még évekkel ezelőtt a Hearthstone-nal volt pár boldogan eltöltött hónapom, de nagyjából ennyi. A Griftlands viszont egy igen érdekes kreatúra, mert amellett, hogy kártyajáték, azon túl magában hordoz roguelike elemeket, ráadásul van egy sztori vezérelt cselekmény is. Ej, ez a Clay csak nem nyugszik, mindig kitalálnak valami újat, de Isten tartsa meg a jó szokásukat. Szóval itt van nekünk a Griftlands, ami mindenképpen egy érdekes próbálkozás a stúdiótól. A Hearthstone-hoz képest talán némileg bonyolultabb az alapmechanika, annak ellenére, hogy messze nincs annyi lap ebben a játékban, mint a Blizzard kártyagyűjtögetős mókájában. Első nekifutásra Sal, a Bounty Hunter kalandjaiba csöppenünk bele. Az ő története 5 napot fog felölelni, nekünk pedig nem lesz más dolgunk, mint életben tartani hősünket ezen idő alatt. Első feladatunkat Havaria kocsmájában kapjuk kézhez egy Fish nevezetű figurától. A krimóból kilépve pedig rohangálhatunk majd a térképen a különböző helyszínek között, és bedolgozhatunk a legkülönfélébb alakoknak. Amikor pedig éppen A-ból B-be tartunk, akkor belefuthatunk random eventekbe is. A játék első ránézése még egy sima kalandjátéknak is tűnhet, egészen addig a pontig, ameddig nem kell valakivel tárgyalnunk vagy harcolnunk, mert akkor kezdődik is a paklik megkeverése. A nagy kártyázgatás közben érdemes lesz figyelni a történet alakulását is, ugyanis döntéseink az egész játék alatt elkísérnek minket, ezekről majd egy kicsit később. A játékban található fix, valamint opcionális küldetésekért kapunk majd pénzt, reputációt vagy valamilyen hasznos tárgyat, esetleg új kártyalapot, melyek segíteni fognak minket a továbbiakban. Fontos megjegyezni, ahogy a napok telnek, úgy nehezednek a küldetések is, tehát érdemes kihasználni a rendelkezésünkre álló időt. Ha valamikor véletlenül beadnánk a kulcsot, akkor van lehetőség az adott nap újrakezdésére, de csak naponta egyszer. Viszont, ha másodszorra is elhasalunk, akkor véget ér a móka, roló lehúz. Ebben az esetben kezdhetjük előről az egész mizériát, korábbi teljesítményünk után pontozva leszünk, és kapunk jutalmakat, melyek majd az újrajátszás alatt jönnek jól a továbbiakban. Ezek a jutalmak leggyakrabban új típusú kártyalapok képében érkeznek hozzánk, melyeket az újrázás során megszerezhetünk magunknak. És akkor most térjünk a lényegre, magára a kártyázásra. Igyekszem jól körülírni a rendszert, amit a Griftlands használ. Elsőként talán furcsa lehet, hogy 2 különböző pakli is a zsebünkben fog lapulni, egyszerre egy időben. Az egyik egy tárgyaló, a másik pedig egy harci pakli. Mechanikailag nagyon hasonlóan működik a két típus, de alapvetően nem lesz mindegy, hogy mikor melyiket használjuk. Tárgyalás esetén a vita partnerünk Resolve értékét kell majd nulláznunk a sikerhez, harcok esetén pedig az életerőtől kell megszabadítanunk ellenfeleinket. A játék nehézségét is figyelembe véve, talán célszerű lesz először mindig a szavak erejét bevetnünk, ha van rá lehetőségünk, mielőtt egyből valakinek kést nyomnánk a torkához. Egy jól sikerült tárgyalással ugyanis a harcok nehézségét csökkenthetjük, vagy akár el is kerülhetjük a csetepatét teljes egészében. Ez pedig nem egy rossz dolog, ugyanis az életerőnk töltése meglehetősen körülményes. Az egyik lehetőség, hogy nap végén lepihenünk, ebben az esetben a HP-nk és a Resolve értékünk is maximumra ugrik, azonban, ha napközben úgy érezzük, hogy kifogyunk a szuflából, akkor van lehetőségünk a kocsmában bekajálni vagy bepiálni, amivel életerőt vagy Resolve-ot növelhetünk. Ennek viszont ára van. Egyrészt a pénzünknek egy része bánja, másrészt ilyenkor a kártyáink közé bekerül pár debuffoló lap, amit aztán majd csak szenvedések árán tudunk kibányászni onnan. Szóval ezzel a lehetőséggel ésszel kell bánni, ha később nem akarunk bajokat. A kártyalapjaink a játék alatt fejlődni fognak. Ugyanazt a lapot többször kijátszva egy idő után választhatunk két lehetőség közül, hogy merre erősödjön az adott lap. Nagyobb sebzés, vagy alacsonyabb költség, esetleg bleed effekt, ami körönként tovább sebzi majd a célpontot, ilyenek. Ezeket kombinálva egyéb támadásokkal lehetünk igazán hatásosak a harcokban, de ezekre majd mindenki úgyis rájön magától, idővel. Normál esetben egyébként körönként 3 akciópontunk van, és ezzel kell gazdálkodnunk. A legtöbb lapnak a költsége 1,
Így aki jó volt matekból, az hamar megfejti, hogy átlagban 3 darab lap kijátszására lesz lehetőségünk egy körben. Persze vannak olyan kártyák, amelyek csökkenthetik ezen költséget, így lehetőségünk lesz több lapkombináció lerakására, illetve vannak olyan perkek, amelyek azt eredményezik, hogy plusz egy akcióponttal gazdálkodhatunk körönként. És ha eddig még nem lenne elég bonyolult a dolog, akkor lesznek tárgylapok is, amelyeket csak pár alkalommal játszhatunk ki, majd eltűnnek a paklingból, illetve lesznek graftok is, amelyek valamilyen jótékony hatással segítik karakterünket a teljes run alatt. Említettem korábban, hogy a döntéseink, amelyeket különféle helyzetekben hozunk, kihatnak majd ránk. Attól függően, hogy kiket ölünk meg utunk során, vagy hogy kiknek milyen szívességet teszünk, a környék lakói szerethetnek, vagy éppen utálhatnak minket. Ha szeretnek, az jó, mert ebben az esetben valamilyen perk üti a markunkat, mint például a korábban is említett plusz egy akciópont körönként. Viszont, ha nem szimpatizál velünk valaki, akkor a pozitív bónusz helyett valamilyen negatív hatás lesz jelen velünk a harcok alatt. Éppen ezért érdemes lesz megfontolni, hogy kinek osztjuk a halált egy-egy bunyó végeztével, mert az igaz, hogy a friss hulla biztosan nem táplál az irányunkban semmilyen érzelmet a továbbiakban, de a haverjai lehet rossz néven veszik, hogy kedvenc bajtársuk alulról szagolja az ibolyát. Éppen ezért a legjobb inkább, ha szépen megbeszéljük a bajainkat erőszak alkalmazása helyett, így kisebb esélye leszünk közutálat tárgyai, ami hosszú távon egyáltalán nem lesz hátrány. Persze itt is érdemes megtalálni az egyensúlyt, ugyanis a nyert meccsek után lesz lehetőség új kártyát passzírozni a paklingba. Ha sokat dumálunk, akkor a tárgyaló pakli fog csak hízni, ez pedig azért baj, mert lesznek olyan helyzetek, amikor a szép szavak kevésnek bizonyulnak, és akkor mindenképpen pengét kell villantani. És ha itt nem tudunk jó lapokat kijátszani, akkor az több lesz, mint ciki. Na, hát most legyen okos az ember, ugye? Ha harcolunk, az nem jó. Ha dumálunk, az sem jó. Pedig, aki sikerrel akar járni, annak majd rá kell éreznie az egyensúlyra, hogy mikor mit érdemes csinálni. Ugyanis a játék nem könnyű. Persze ebben lehet az is benne van, hogy én címeres Balek vagyok, ha a kártyajátékokról van szó, de ettől függetlenül néha tényleg azt éreztem, hogy hiába jártam el a legkörültekintőbben egy-egy szituációban, csak a szerencsének köszönhettem, hogy életben maradtam. Voltak olyan helyzetek, hogy az ellenfélnek annyi életereje volt, hogy azt hittem, ez biztos valami elírás. Nos, nem volt az. Azonban, ha ügyesek vagyunk és Salt meg tudjuk óvni a bajoktól 5 napon át, akkor az ő kampányával végeztünk is, jár a taps, és mehetünk át a következő karakter történetére, mely egy új sztorit jelent új helyszínekkel. Mert a játékban egyébként 3 jó madarat terelgethetünk majd, és hogy az élet tényleg ne legyen egyszerű, mind a 3 teljesen más kártyakészlettel operál. Szóval, hiába érezzük úgy, hogy már mindent tudunk a lapokról, az új karakter kiválasztásakor ez a tudás elillan, mint a finga viharban. Vannak persze örök érvényű szabályok, amelyek igazak lesznek nagyjából mindenhol, de sokszor hiába vagyunk ezen tudás birtokában, mert ugye ne felejtsük el, hogy ez egy kártyajáték, ahol alapvetően random jönnek a lapok. Ergo egy rossz lapjárás felboríthat mindent. Éppen ezért talán a legbiztosabb megoldás, ha paklink méretét észszerű keretek között tartjuk a játék alatt, mert a sok lap csak nagyobb véletlenszerűséget eredményez. Így néha egy-egy csata után jobb lesz a pénzt választani új lapok helyett, illetve az alappakliból kivakarni a gagyib kártyákat, amikor erre lehetőségünk lesz. És a játékmenetbe én nem is mennék bele ennél mélyebben, mert ez nem egy tutoriál videó, a szerencsétlenkedéseim után pedig nagyon furcsán is venné ki magát, ha én akarnám nektek osztani a lapokat ebben a témában. Grafikailag szerintem nagy meglepetésre biztosan nem számít az, aki a Clay játékait ismeri, a srácoknak nagyon fekszik ez a rajzolt stílus, engem pedig mindig megvesznek vele kilóra, könnyű dolguk van velem ezen a téren, nálam ez a grafikai vonal mindig működik. Egyszerűen imádom. A hangok és a zene tekintetében nincsenek őrületes dallamok a tracklistben, viszont az audio rész elég jól rásimul a látványra. Szintén Clay védjegy a karakterek beszédhangjának imitálása. Az Oxygen Not Included-ben csipogás van, a Don't Starban valamilyen hangszer szól, amikor valaki megszólal, itt pedig egy kitalált nyelven hablatyolnak a népek. A Grifflandsen végnézve ismét eszembe jut, amit már korábban is elmondtam nektek, a Clay a jó példa arra, hogy egy stúdión belül mennyire sok típusú játékot lehet készíteni gyakorlatilag önismétlés nélkül. Ez mindenképpen dicséretes.
akik szeretik a kártyagyűjtögetős játékokat, azoknak mindenképpen ajánlom kipróbálásra, már amennyiben nem zavarja őket, hogy az ellenfelek nem igazán bánnak kesztyűs kézzel az újoncokkal, aminek eredményeképpen többszöri nekifutás garantáltan szükséges lesz a siker elérésének érdekében. Számomra egyértelműen nem ez a kedvenc játékom a csapattól, viszont ez nem a minőségem múlt, hanem a kategórián, amiben a Grifflands alapból indult. Viszont ettől függetlenül azt mondom, mindenképpen megérte megvennem és kipróbálnom, annak ellenére, hogy alapvetően nem kenyerem a kártyázás. A legközelebbi viszont találkozásig pedig mindenkinek hosszú és eredményes játékot kívánok. Legyetek jók, sziasztok!